Szép jó reggelt kívánunk! Jön az egyik kedvenc témánk, közösen mondhatom azt, ugye? Így van, szerintem igen, igen. Előbb a metagyógyászsal arról beszélgettünk, hogy olyan, amikor jött be ide a beszélgetésre, nagyjából azt tapasztalta virágnyelven, ezt mondta, hogy idegbeteg mindenki az utakon. Én biztos vagyok benne, hogy akár ma reggel, vagy mondjuk bármelyik nap, egy olyan munkahelyi nap után, sokan mondták önök közül azt, hogy most van elegem, most utaznék el a világ másik felére. Na most vannak olyanok, akik ezt valóban meg is csinálják rendszeresen. Két ilyen hölgy a vendégünk, Fodor Viktória és Szabó Orsi. Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Reggelt, akik sziasztok. Egyszer csak hátra hagyták a saját irodai, meg dugós, meg már úgy értem a autós utas életüket, egyszerűen nem állnak többet a dugóba, nem állnak többet a forgalomkorlátozásba, nem állnak többet az irodai iroda előtt, hanem elmennek világgá. Igen, bár máshol is van dugó és forgalom azért, de, és nem ez volt a fő motiváció, de igen, néha kell, én azt gondolom, egy kicsi szünetet tartani, ez nagyon jót tesz az embernek. Na jó, de Panamában és Kosztarikában ugyanannyira megérint téged a forgalomkorlátozás például? Inkább a nehéz közlekedés, a nehéz, lassú és kaotikus közlekedés az, de nyilván máshogy éli meg az ember, tehát egy kalandnak éli meg az ember, nem a hétköznapok és a mókuskeréknek a részeként. Kezdjük a legelejénél. Melyik volt az a pillanat, emlékeztek erre? Amikor úgy döntöttünk, hogy nekem... Amikor azt mondtad, hogy most... Hogy az eddigi életeteket teljesen... Hát nekem folyamatosan épült föl egy hosszabb időszak alatt, úgyhogy... De azt tudom, amikor elkezdtem keresgélni, én ugye önkénteskedtem kint egy-két hónapot, akkor Peruban. Igen. És azt tudom, hogy nézegettem több önkéntes munkát, és egyszer csak az volt az egyik, amire rábögtem így, hogy akkor jó, akkor erre jelentkezem. És akkor onnantól kezdve már így jött a többi, mert fölhívtak, és akkor Skype interjú, hogy akkor mehetek, mit lehet tudni rólam, ilyesmi, és akkor többi ez már jött magától. Viktória, tisztázzuk csak, mert ezeket a szituációkat szerintem nehezen képzelik el az emberek, hogy hogy lehet egyik napra a másikra azt mondani. De például mit hagytál itt? Mert biztos a legtöbben azt mondják, jó, neki könnyű, de hát nekem mondjuk itt a nagyon jól fizető munkám, a családom, a lakásom, tehát hogy te mit hagytál itt? Hát nekem szerencsére nagyon jó fél cégem, úgyhogy nekem adtak fizetés nélkül szabadságon. Annyi volt, hogy időben kellett szólnom, tehát én ezt körülbelül nyáron kezdtem el szervezni, és következő februárban indultam útnak tavaly, úgyhogy időben szóltam. És mondták, hogy jó, hát persze, menjek nyugodtan, azzal várnak vissza szeretettel, hogyha bármi van. Tök jó. Orsi viszont azt mondta nekünk, hogy emlékszik a konkrét pillanatra. Igen, nekem egyébként ez 13-14-ben volt. Én 14-ben mentem egy éves hátizsákos útra Ausztráliába és Új-Zélandra. Wow. Tehát az volt a hosszabb. És ott, igen, ott meg volt a konkrét pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon jó volt, 8-10 évig dolgoztam jogászként, szép karrier, szép iroda, szerettem a mindennapokat, de hogy nem lehet az élet csak ennyi. És na jó, de volt egy konkrét pillanat, bejött egy ügyfél, és mondott valamit, amire azt mondta, hogy na én inkább elmegyek. Ez nem egy dühből, vagy egy negatív dologból jövő pillanat volt. Új-Zélandot szerettem volna nagyon megismerni, és láttam megint valahogy így elém került egy természetfilm, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most megnézem, hogy hogyan tudok a lehető legtöbb időt ebben a csodaszép országban tölteni, és akkor így vette kezdetét ez a folyamat. Az első hét, amikor kint voltatok, akár Peruban, Kosztarikán, Panamában, vagy Új-Zélandon, az volt úristen, erre vágytam? Úristen, és Budapesten is hiányzik a belvárosi forgalom, és hogy hívom fel anyukámat? És hol a kedvenc kávézom egyébként. Igen, és 12 óra vagy 10 óra időeltolódása, hogy fogom az anyukámat felhívni mindig éjszaka? Szóval, hogy volt az elején egy valamilyen nehézség? Nekem Peruban nem, mert én egy tengerparti faluban voltam, úgyhogy ott volt minden óceán, meg minden, ami kell. Meg. Az a legfontosabb, meg a hegyek. Nem, szerintem nem volt nehéz beilleszkedni. Ugye egy szervezettel mentem, úgyhogy volt társaság hasonló, tehát 20 éves önkéntesek, 20-30 évesek. Úgyhogy nem, nekem nem volt nehéz, nem tudom neked. Nekem se. Hát amikor Új-Zélandra megérkeztem, ott kávét csókolgattam ott Oaklandben a földet, hogy itt vagyok, és ez fantasztikus, úgyhogy ott nem. Most a Costa Rica-Panamai útnál ez is egy ilyen 12 nomádból álló társaság volt, és itt meg annyira vitt a flow, hogy nem volt idő ezen így. Kerestétek-e, ugye a magyar ember egyrészt egyik hátán is megél, ha már a fényképre ránézek, ráadásul mindenhol van magyar. Például új-zélandi parlamentnek sokáig volt egy magyar országgyűlési képviselője, egy ráadásul zöld párti, tehát természetvédő, rasztahajú fiatalember volt ott a parlamenti képviselő. A helyi magyar közösségekkel kerestétek a kapcsolatot, vagy inkább ez egy nemzetközi élet volt?
Én fél évig hátizsákoztam még az önkénteskedés után, egy darab magyarral nem találkoztam, nagyon érdekes volt. A legközelebb, akivel találkoztam, egy fickó, aki azt mondta magáról, hogy Csehszlovákiából származik. Úgyhogy de magyarokkal egyáltalán nem találkoztam. Orsi? A mostani utamon nem. Az új-zélandi során ott nyilván találkoztam magyarokkal, de tudatosan nem kerestem nem a magyarok társaságát. Igyekszem általában nem megkerülni a kicsit kényesebb kérdéseket. De ilyenkor miből éltek egyébként? Vagy úgy tervezitek az életeteket, hogy jó előre gyújtotok, vagy ott dolgoztak valamit, mit csináltok? Az új-zélandi útnál ott előre megkerestem rá a pénzt, és így mentem ki, ott pedig kint önkénteskedtem, most pedig már digitális nomádként dolgozom, tehát az útak alatt is dolgozom. Digitális nomád, ez egy zseniális fogalom, az tehát magyarul van egy laptopod, és akár az őserdő kellős közepén is megcsinálod. Ez szó szerint így van, igen. Mi volt az, ami a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy ilyen, hogy összeegyezthetetlen, tehát budapesti lakáseladás jogi ellenjegyzése a sivatag kellős közepén? Nem, most már nem jogászként dolgozom, de ami munka, hát igazából most már nem tűnik fel. Ugye most már elég egy internet, meg egy laptop, úgyhogy bárhonnan tudok tényleg dolgozni. Okay. Viktória, te? Bocsánat, csak hogy tőled is megtudjuk, hogy veled mi volt. Én félretettem egyébként egy pár év alatt, hogy még nem erre konkrétan erre az útra, de voltak ilyen terveim, hogy egyszer nekivágok, és akkor elkezdtem legyűjteni. Oké, okay, mi a következő tehát, lépés? Úti cél? Most egy kisebb út van terben, ez Izrael lesz. De mennyi időre? Tehát, hogy Izraelben azért szoktak, fapadossal, nem fapadossal, oda megyünk, megnézzük, hazajövünk. Ez még akár turista is. Én most már az elmúlt években, mivel van egy kisfiam, ezért inkább ilyen csillagtúra-szerű utakat szervezek, és minden hónapban megyek ügyfelekkel vagy magánszervezésben, úgyhogy most a néhány napostól a pár hetesig terjednek ezek az utak. Na de a pár hetes utak alatt, mondjuk a férjed van otthon a gyerekkel, és nem morcos ettől? Hogy szuper jó, te utazgatsz. Hát nem minden hónapban megyek el pár hétre, ez mondjuk egy évben egyszer van, amikor egy ilyen hosszabb hangvételű, mondjuk gyerek nélkül, és akkor van több olyan, amikor meg gyerekkel is. Nekünk ugye Gambiába járt a fiunk először óvodába, de ti már gondolkoztok azon, hogy esetleg, ha később ez az utazás folytatódik, hogy akár külföldön is tanul a gyerek, akár csillagtúra jelleggel is hazajött. Meglátjuk. Viktória, mi a következő úti célpont? Hát egy hosszabb terv az Dél-Kelet-Ázsia, azt tervezem, de az nem mostanában lesz, még arra össze kell gyűjteni a pénzt, szerintem egy pár év múlva. Egyébként most megyek Norvégiába hétvégén, mert akikkel önkénteskedtem, velük találkozunk, így egy páran, így összeülünk. De jó, akkor ezek szerint van ennek egy folyománya, és ezek szerint tanultatok, ha más nem tapasztaltatok. Mi volt a legfőbb tapasztalat ebből a világjárásból? Nekem az volt, hogy az emberek mindenhol nagyon segítőkészek, hogyha bár baj van, akkor mindig van valaki, aki segít. Meg hogy jó fejek igazából. És amikor mondjátok, hogy magyarok vagytok, úgy általában be tudnak lőni minket, szeretnek-e minket, vagy nincs puszkás, különösebb viszonyra? Mi ugye mindig szeretjük azt, hogy a világon minden ismernek minket, de ez nyilván nincs. Hát hegyes halomtól Záhonyig világhírűek vagyunk. Kosztarikában tartottam egy Magyarország előadást, vagy egy ilyen workshop-szerűt Magyarországról, és egy ilyen image filmmel indítottam, és elmondtam nekik, hogy a magyar nők nagyon okosak és szépek. Ez így van. Úgyhogy ezt már biztos elhintettem a világban. Elmondani, igen. Igen, és a barátnőmről is mutattam egy videót, hogy így ezt alátámasztom, úgyhogy azért nagyjából tudják, igen, hogyha nem is tudnak nagyon mélyre vonatkozó részleteket, de most már azért nagyjából. Saját életem tapasztalatából tudom, hogy nagyon sokan szeretnek digitálisan világot járni, tehát hogyha valaki barátrokon ismerős vagy hiteles személy megtapasztal valamit, szeretik megnézni a fényképeket, szeretik elolvasni a beszámolókat. Ti bárhol publikáltok-e, tehát a ti világutazásaitokat lehet látni Facebookon, közösségi oldalon, honlapon, bárhol, blogon? Én bloggolok, igen. Hortobágyi rántott vombat néven. Még egyszer? Hortobágyi rántott vombat. Igen, Hortobágyi rántott vombat, ami van annyira furcsa név. Azt kell, hogy mondjam, adja magát. Adja magát. Én, ha 100-ból ki kellett volna választanom, hogy mi a blogot címe, csak ezt választom. Miről írsz ott? Akár receptekről is, ha már. Volt egy időszak, igen, én cukrászként is végeztem, úgyhogy Ausztráliát is Új-Zélandot körbesütögettem, tehát ott volt ilyen része is a dolognak. Most leginkább erről az életmódról egyébként, erről az utazásos életmódról. Bejött az élet? Be. Úgy érzem, igen. Én még nem írok blogot, de rajta vagyok, hogy csináljak egy sajátot, mert akarok majd még utazni sokat, és akkor jó lesz, hogy ezek dokumentálva vannak valahol. Tehát nektek már ez az éles stílusotok.
Tehát a két hölgy, aki nem sértődik meg, hogyha melegebb éghajlatra küldik őket. Biztos, hogy nem így van. Akkor szerintem ez egy jó megszólalás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, sok szuper jó utazást, és számoljatok be.